nagyon régi partner kapott ma itt egy elismerést ezen a kis ünnepségen. 1992 óta van kapcsolatunk, folyamatában növekedően, és gondolom ezt az ott el idáig, hogy ezt a megtisztelő, kiemelkedő dolgot megkaphassam. Merre gazdálkodik? Solt és Dolvecse térségével gazdálkodom. Mivel foglalkozik, milyen a vetésszerkezet? Alapjában véve az alapvető szántóföldi kultúrákkal, mellette van kisebb mennyiségű cukorrépánk, van csemege, kukoricánk, zöld borsónk, de a 75%-ában az alapvető szántóföldi kultúrákat termeljük. Nagyon fontos önnek mindig az, hogy olyan gépparkja legyen, ami nem nagyon van mindenkinek. Hát igen, tulajdonképpen van ez a fennek, ez a szlogenje, hogy aki fendet vezet, az vezet. Hát remélem, hogy ez egy élő dolog. Mi mindent megteszünk érte, hogy működjön, és rendben legyen a dolog, és a tipizálódás szerintem azért fontos, mert jobb a szerviz, meg jobb az egész alkatrész ellátottságunk. Meg ha valamit fölteszünk a pócra, akkor több géphöz is jó az alkatrész. Akkor bizonyára megdobbant a szíve, amikor az elmúlt év őszén Hannoverben nagy díjas lett a fenntraktor, és hát itt Budapesten az Agromason is ezt kapott. Természetesen kint voltam Hannoverben, láttam a placokat, és nagyon szép, úgy gondolom, hogy ők elől vannak az innovációban, elől vannak a fejlesztésben, és úgy gondolom, hogy aki nem előrad, az hamar lemarad. Szóval egy menekülési útirányban úgy gondolom az az előre. Ön is csatlakozott ehhez az általány díjas szerződéses akcióhoz, hogyha lehet így mondani. Egyáltalán szüksége van önnek erre, ilyen géppark mellett? Én úgy gondolom, hogy igen, mert amellett, hogy jó a géppark, jó az alkatrész ellátás, valamilyen szinten ezzel a nyugalmamat is megvásárolom, hogy előbb vagy kiemelkedőbb szinten érjenek oda szerelők, meg tudják ezt nyomon követni, meg a téli átnézés, a téli karbantartás fontos dolog még a jó gépeknél is, akkor jobban van rá időnk, és így nyugodtabban megyünk neki a szezonnak. Beszéltek itt az utánpótlás nevelésről, a stafétabot átadásról. Hát ön nagyon jó példa arra, hogy ezt hogy kell csinálni, hiszen a fia is önnel dolgozik. Igen, az alap az onnét indul, hogy amelyik szülő, aki mezőgazdaság vagy bármilyen iparággal foglalkozik, ha gyermekét nem tanítja meg dolgozni, akkor nagyon nagy bajba kerül. Szerintem munka alapú az egész, mert ha megtanítjuk őket dolgozni a munka szeretetére, tiszteletére, akkor lehet belőlük az, aki esetleg majd át fogja venni a gazdaságot.